Idén is nagy érdeklődésnek örvendett a Szebb Virágosabb Kerületünkért pályázat. Az esős hideg időjárás ellenére már kora reggel több százan érkeztek a Bókai kertbe, hogy átvegyék pályázaton nyert egynyári növényeiket. A jubileumi 20. évét ünneplő programra ezúttal mintegy 1500-an jelentkeztek. A kerület lakói és intézményei számára 4,5 millió forint értékben biztosított virágokat az önkormányzat. Ismét sikeresnek tekinthető ez az akció, remélem, hogy ezek a virágok, amikor kikerülnek és szépen kiteljesednek, és a zsűri is végig fogja járni majd a kerületet, akkor hasonló benyomásokat fog szerezni, mint az elmúlt években, és azt tudom ígérni, hogy ezt jövőre is ugyanígy folytatjuk. Az eddigi évekhez hasonlóan pályázni az alábbi kategóriákban lehetett. Lakótelepi erkélyek, előkertek, családi ház, intézmény és utcaszakasz. A zsűrizést a környezetvédelmi csoport munkatársai a helyi civil szervezetek bevonásával fogják végezni a nyár folyamán. A zsűrizés során figyelembe veszük egyrészt a gondozottságot, a tervezettséget, természetesen nagyon fontos a gyommentesség, a virágok szakszerű ápolását is fontosnak tartjuk, és szerencsére most már ugye 20 éve tart ez a mozgalom, egyre szebb és szebb kertek vannak, tehát nagyon-nagyon nehéz dönteni minden évben. A pályázatot idén először elektronikus úton is be lehetett nyújtani, amely nem csupán környezetbarát megoldás, de ennek köszönhetően ez évben a résztvevők száma is emelkedett.